Alice. Elaludt. Aludj, és álmodj szépeket. Alszom, vagy ébren vagyok? Olyan furcsa fényben ragyog a kert. Mi csak? Egy estély ruhás nyúl áll az öreg körtefa alatt. Ójaj, ójaj, elkésem, ójaj, elkésem. Közelebb megyek hozzá, megkérdezem tőle, vajon honnan késik el? Végem van, két napot késtem, beborsoz a borsos hercegnő büntetésből, ha megtudja. Jó napot kívánok! Nem felel. Talán nem érti, amit mondok. Nyuszi úr, kérem! Jaj, nekem, elkésem, elkésem, jaj, nekem, ójaj. Jaj, elkésem. Nem felelt, mintha nem is látott volna. Pedig micsoda mulatságos nyuszi, ilyet még soha se láttam. Fehér a mellénye, kockás a nadrágja és piros a kabátja. És ami a legfurcsább, órát hord a mellény zsebében. Ki hallott már ilyesmit? Óra a mellény zsebben, s méghozzá egy nyúlnál. És fehér kesztyűt viselt. Az ám, az egyiket elvesztette. Felhúzom, nehogy én is elveszítsem, majd visszaadom neki. Na, de hova tűnt? Nyuszi úr! Nyuszi úr! Hát vajon hova mehetett? Jé, csak nem ebbe a kis lyukba? Utána ugrom, hiszen nekem vissza kell adnom a kesztyűt. Utána, rajta! Jaj, zuhanok! Jaj, micsoda mélység! Ó, vajon mi leszem? Nem is volt olyan kellemetlen ez a zuhanás. Talán a világ másik végére érek ki, ha folytatom. Minden esetre nagyon jól esik ez a kis pihenő. Ennyi. De különös falak és polcok állnak mindenfelé. És vajon mi van a polcokon? Pompás befőttes üvegek. Narancs dzsem. Aha, málna dzsem. Ó, hát ez remek. Na, de hiszen üres valamennyi. Hát se baj, majd csak találok valami ennivalót, mert mi tagadás alaposan megijesztem. Hát itt meg mi áll? Ha papírból lenne a világ, s tintából a tengervize, a kenyér és sajterre, nem minden fán, ugyan mit innánk hozzá, ami szomjunkat oltaná? Hát ez furcsa vers. Mit is innánk valóban? Jaj, hopp! Ó, úgyból kezdődik az utazás! Jaj! Hát most már biztos, hogy a világ másik felén érek ki. Na, hát egy kicsit megütöttem magamat. Na, se baj. Fontos, hogy végre befejeződött az utazásom. Na, itt az én Nyuszi barátom. Jó napot, Nyuszi úr. Jaj, végem van, elkésem. Nem tud más mondani, kedves Nyuszi úr. Meg kell néznem az órám. Azt hiszem, már két teljes napot késtem. Most már bizonyos, hogy beborsoz a borsos hercegnő. Beborsoz a borsos hercegnő. Ilyen furcsát még sohasem hallottam. Nyuszi úr, kérem, feleljen végre. Mit óhagy tőlem, Anna Mária? Tudja, hogy sietek? De hiszen nekem Aliza nevem. Hogyan lehetne ön Aliza, amikor ön Anna Mária? Hogyan lehetne ön Aliza, amikor ön Anna Mária? Na, hát eltűnt, és nem mondta meg, hogy hová jutottam. Azt hiszem, a legközelebbi valakitől meg kell kérdeznem, hol vagyok. Új-Zélandban-e, vagy Ausztráliában? Aha, de hiszen akkor ez a valaki azt mondja majd, micsoda tudatlan kislány. Mit tegyek hát? No, hát itt van az én fehér Nyuszi barátom. Nyuszi, jó, kérem, jaj, kérem, ne siessen. Ó, hercegnő, hercegnő, de bosszús lesz, ha meglám, talán le is fejeztek. Kérem, Nyuszi úr, a kesztyűje. Na hát, ez mindig mond valami különös furcsaságot, és eltűnik.
Ma minden olyan furcsa. Lássuk csak. Vajon én voltam-e én ma reggel, amikor felébredtem? Na de ha nem én vagyok én, hát akkor ki vagyok? Ez aztán a furcsa találós kérdés. Na, de számolni mindig jól tudtam, majd mindjárt megtudom, vajon én vagyok-e én. 4 × 5 = 20. Nem. 4 × 5 = 22. Nem. Hát a számolás az úgy látszik nem megy. Hát akkor lássuk a földrajzot. London az Párizs fővárosa, és Párizs az Róma fővárosa, és Róma. Na hát ez sehogy sincs rendjén. Talán mégis átváltoztam, és mégis én lennék Anna Mária. Megint itt van. Kedves, Jussz úr, a kisztúja, itt van a... Na hát, észre se vett, és már is eltűnt. Azt hiszem, végül is el kell indulnom valamerre. Hát nem eshetem itt állandóan a fehér nyulat. Nicsak! Hát ez elvesztette a legyezőjét is. Most már akkor nálam van a legyezője, meg a kesztyűje. Ha találkozom vele megint, akkor visszaadhatom neki. Jaj, hát újból zuhanok! Jaj, megint zuhanok! Tudok húzni, mi ez a dolog, amiben belepotyogtam? Na hát, mennyit húznak itt körülöttem? Egy egér, egy kacsa, meg gyíkok. Körbe. Hé, kis egér! Na, már elfáradtam az úszásban, hogyan érhetnék partot? Hát ez integet, de nem felel. Nem tud magyarul. Weißt du meine Katze? Jaj, hol a macska? Jaj! Na végre. Szerencsé, hogy tudtam ennyit németül. Így legalább megugrasztottam, és én is kitaláltam a partra. Miért ijedtél meg ennyire, egérke? Minden egér megijed, ha macskát emlegetnek. Igen? Hát a kutyát szereted? Ne beszélj a kutyákról. Inkább gyere utánam. Mindjárt ott leszünk a meseszobában. Ó, ez egészen jól hangzik. Indulás! Ó, micsoda pompás szoba. De nem is szoba, mert a szobákban nincsenek fák. Viszont a fákon általában nincsenek polcok és könyvek. Na, azt hiszem, még sincs minden a rendjén. Talán mégse vagyok én. Én... Egérke! Mit kívánsz? Amikor Alice volt a nevem, rengeteg verset tudtam. Meghallgatnád, ha elmondanék egyet? Mondjad. Ni! Testét csinosítja épp a krokodil gyerek. Sikálja arany pikkelyét, önt rá Nílus vizet. Ni! Szép karma, hogy szétmered, bevígan somolyog, száját tátja és így rebeg, kis hal Isten hozott. Ez vers volt? Azt hiszem, bevallom, magam se tudom. Na várj. Levezek egy könyvet a polcról, talán abban találok szebb verset. Egérke, tudsz olvasni? Na, az egerek általában nem tudnak olvasni. Én sem tudok. Ide nézz. Mennyi minden van ezeken a polcokon? Azt tanácsolom, ne nyújj semmit. Ne légy már olyan félénk, mint egy kis egér. De hiszen egér vagyok. Ja, mindig elfelejtem. Növesztő ital. Aha. Kicsinyítő ital. Azt hiszem, nem akarok sem kisebb, sem nagyobb lenni. Laktató könyv. Aha, ez már igen. Úgyis éhes vagyok, és én még soha nem laktam jól könyvvel. Aki ebből sokat olvas, nem lesz éhes, nem lesz szomjas. Na, hát mégis éhes vagyok, és mégis szomjas vagyok. Hát ez meg mi? Forgató ital? Jaj, ne így el belőle! Hát, kislány, vigyázz! Jaj, de szép kacsa, hogy hívnak? Dodó a nevem. Nekem Aliza nevem, ugye elhiszem? Miért ne én nevem? Magam se tudom. Tudod, reggel óta rengeteg furcsaság történik velem. No, de mindegy. Most már hárman vagyunk. Hát akkor bátran ihatom a forgatóból. Forogni igen jó. Várjatok, egy kicsit kortyolok a forgatóból. Jaj, és már is forgat! Jaj, de jó! Gyertek, forogjatok velem! Jaj,
kislány, együtt talán jobb forogni. Tudom, én nagyon szeretek forogni. Ne olyan sebesen. De jó forogni. Jaj, de jó. Elfáradtam. Szeretnék megállni, de nem tudok. Jaj, már én is fáradt vagyok. Mi lesz velünk? Jaj. Mit történik itt? Miért forogtok ilyen vadul? Segíts, hátul, Malacka! Nem tudunk, nem állni! Miért forogtok? Röp. Már azt hittem, végem van. Már én nem bírtam tovább. Soká. Mindig szerettem forogni, de ez már túl sok volt. Hogyan állítottál meg bennünket, Malacka? Nem tudom. Ne szerénykedj, Malacka. Kedves volt tőled, hogy megállítottál bennünket. Forogjatok még egy kicsit, olyan mulatságos volt. Nem tudunk megállni, ugyanis Alice, ez a kislány néhább, ivott a forgató italból. Bizony borzasztó. De te megmentettél bennünket, és ezért köszönet jár. Nem tudom, miért mentettelek meg benneteket. Itt van mi? Ki történt? Mi az? Mi történt, Edérke? Malacka leütötte a lassítót, ez mentett meg bennünket, cincin. Berontott, és leütötte a polcról a lassító italt. Bocsánat, nagyon siettem. Nem tehetek róla, hogy leütöttem. Szerencsére. Ha nem siettél volna, és nem ütötted volna le sietetben a lassítót, talán életünk végéig itt forogtunk volna. Nagyon siettem, mert a borsos hercegnő értem küldött. El akarok bújni. Már megint ez a borsos hercegnő. Jaj, szegény bundámnak. Jaj, nekem elviszem. Jaj, szegény. Ahányszor összetalálkozom ezzel a furcsa nyullal, mindig ezt mormogja. Akkor mi is elkésünk. Cincin, siessünk. Hát, igyekeznünk kell. A fehér nyúl siet, nekünk is igyekeznünk kell. De azért én szívesen itt maradok veled, te kislány, ha akarod. A többiek elmentek. Kár. Ha itt lenne Cirmi a macskám, majd visszahozná őket. Jaj. Ó, én ostoba. Miért is említettem megint a cicám? Most az egérke is elfutott. Semmihez sem merek hozzányúlni. Hát, ha nőni kezdek, vagy egészen picikévé varázsolódom, hát, ha újból forogni kezd velem a szoba, nem. Nem nyúlhatok semmihez. Nyicsak! Egy gyík! Hát te? Honnan kerültél ide? Ha megengeded, megemelem a kalapom a tiszteletedre. Köszönöm. Aliza nevem. Honnan bújtál elő, gyík barátom? Az óriás gomb alól. Rám csöppentettél az imént a növesztőitalból, és megnőttem. Igen, de hiszen alig érintettem az üveget. Egy parányi csepp is elég volt. Vigyázz! Nehogy te is óriási válj. Nem akarok óriás lenni. De mi ez? Mi történt újból? Mi történt? Újból forog velem a szoba. Forgok, keringek, jaj, nem tudok megállni. Megérintetted a forgatót. De, meg kell érintenünk a lassítót. Túl gyorsan forgunk. Várj, a polcóhoz érek, és leütöm a lassítót. A macska már leütötte. Gyere, forogunk oda az üveget. Hát, ha van még benne egy csepp. Jaj. Mit kötöm volna? Fontos, hogy elértem a lassítót. Amióta reggel megálltam a fehér nyulat, és utána ugrottam, annyi furcsaságot éltem ma már át, hogy semmi se csodálkozom. Uvakodj a fehér nyultól. Igen, miért? Ő a sziklájnő futárja és harsonása. Mi van a kezed? És mit rejtegetsz a ruhádban? A fehér nyúl elvesztette az egyik kesztyűt. Felvettem, tudod, nehogy én is elveszítsem. Ez meg a legyezője. Ezt is ő vesztette el. Mindkettőt azonnal visszaadom neki, amint találkozunk. Ha ugyan el nem fut előle. Mindigen veszélyes számomra. Már itt is vagyok? Eltűnt. Újból egyedül maradtam. Jaj, én szegény bundám, mi lesz velem? Elkerget engem is, mint a gyíkot. Már megint itt van? Is. Jaj, mi lesz velem? Ó, szegény. És nem is mondta a gyík, hogy elkergették valahonnan. Nyuszi úr, ha megmondanád, mit keresel, szívesen segítenék. Elvesztettem a szív királynő csikkés legyezőjét. Hát, miért nem szóltál? Ez az? Te loptad el? Hogy mondhatsz ilyet? Találtam. Rajtad van az egyik kesztyűm is. Miért loptad el? Ma annyi furcsaságot mondtál, hogy már nem is törődöm vele. Itt a legyező, és rögtön megkapod a kesztyűt is. Mi ez? Nem tudom lehúzni. Hé, fejjel nyuszi, hova szaladsz? Hát miért hagyod itt a kesztyűt? Püf neki. Elszaladt a legyezővel, és meg se köszönte, hogy megtaláltam. És ez a kesztyű, ez
Nem jön le a kezemről. Na de mindegy. Hát úgyse tudom visszaadni neki, hiszen elszaladt. Én meg újból egyedül maradtam. Aha! Te hogy is maradtál egyedül? Hát itt vagy, gyíkbarátom. Itt lapultam a közelben egész idő alatt. Hát akkor magad is láthattad, hogy visszaadtam a legyezőt ennek a nyúlnak. Tulajdonképpen ki vagy? És hogy kerültél ide? Csoda országba. Már meséltem, mennyi furcsaság történt velem reggel óta. Talán kisebb is lettem, mint amilyen voltam. Másként miért nem vagyok magasabb, mint te? Vagy az egér? Vagy Dodó, az aranytollú kacsa? Mindez csupán látszott. Ez nagyon felnőttesen hangzik, de talán igazad van. Mondd, meg tudnád-e mondani, hogy valóban gyík vagy-e? Legjobb tudomásom szerint a gyíkok egyáltalán nem viselnek kalapot, és nem ülnek óriási gombák tetején. Kérlek szépen, ne bosszankodj. Nem bosszankodom, csak beszélgetek. Akkor hát, lássunk hozzá. Mihez? Ha megengeded, rágyújtok a pipámra. Ha ég a pipám, minden jobban megy. Gyújts rá, bátran! Még úgyse láttam pipázó gyíkot. Mind furcsább lesz minden. Lassan már kételkedni kezdek saját magamban. Vajon én vagyok-e én, vagy talán átváltoztam valaki mássá? Tegyünk próbát. Ha te vagy te, mondj el egy verset, amit az iskolában tanultál. Jó. Mindig jól tudtam verset mondani, nem úgy, mint Mabel, aki mellettem ült. Figyelj csak. Erre, arra, valamerre, ha elindulsz, eljutsz végre valahová. Valahová, valamerre, valamilyen ismeretlen területre. Ezt nem merném versnek nevezni. Igen, néhol azt hiszem, egy-két sort kifelejtettem. Az elejétől végig rosszul mondtad. Akkor talán mégis Mabel lennék? Na mindegy. Hát vacsorára úgyis haza kell érnem, és akkor tudod, majd elválik. Hát akkor indulnod kell. Minden esetre uvakodj a fehér nyúltól. Köszönöm a tanácsot. Hol a gyík? Eltűnt. Na de mindegy. Indulnom kell. Erre, arra, valamerre, ha elindulsz, eljutsz végre valahová. Valahová, valamerre, valamilyen ismeretlen területre. Ki tudja, mióta vándorlok, és mintha mégis mindig egy helyre topognék. Jaj, végre egy házat is látok. De micsoda furcsa ház! A tűzhely a kertben áll egy fa alatt, és mintha a fa lenne a kéménye. Nini, a kapu előtt ismerős! Jó napot! Köszöntem, hanem megköszöntem a házba. Miért vagy most hirtelen ilyen udvariatlan? Mert küldönc lettem. És a küldöncök udvariatlan? Azt nem mondtam, de én most fontos küldetésben járok. Meghívott, hoztam házhát. Hallod, Dodó? Megszokott dolog. A hercegnő veszekszik oda benn a béka emberre. Hát ez meg kicsoda? Szakács, lakány, minden. Vigyázz, vigyázz, kezdődik! Jaj, miért dobálják ki a lábasokat meg a fazekakat? Jaj, ez a lábas majdnem a fejemre esik. Egy főző van a fejemre. Hasonl le, jön a többi edény is, mert főzni fog. Úgy látszik, minden edényt kidobáltak a házból. Akkor bekopogok. Át kell adnom a meghívót. Van odakin? Ha én lennék, oda bent beengedném azt, aki idekünk van. Háp, 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 háp. Újból kezdődik, pedig azt hittem már minden edényt kidobáltak. Háló, oda bent! Nem hallják, hát nagyon
a zajoság? Hasalj le! A lábosok után a palacsinta sütőket dobálják ki. Így szokták. Igen, nekünk csak egy palacsinta sütőnk van, de azt nem dobáljuk. Úgy látszik, várunk el. Meddig! Amíg kéne nyitják az ajtót, hát! Vigyázz, Dodó! Csak az ajtó nyikorog. Jön a béka ember. Meghívott hoztam! Ha Elin nem tap, karodjatok! Láttad, Dodó? Micsoda düllett szeme van, és milyen hatalmas feje? Ez a béka ember. A hercegnőnek is hatalmas a feje, de nem düllett a szeme, és főkötőt visel a korona helyett. Koronát csak a királynők viselnek. Meg a hercegnők, meg a királyok, meg a hercegek, ha van nekik, hát. Jaj, jön! Aztán meghívót! Dodó, az aranytollú széles csőrű kacsa. Micsoda meghívót? Azt már nem tudom. De te mit keresel itt? Beszélni szeretnék Borsos hercegnővel. Mit akarsz tőle? Tüsszenteni szeretnél? Nem, kérdezni szeretnék tőle valamit. Hát az, aki a meghívót hozta, hol van? Úgy látszik, elbújt, megijedt. Olyan értelen lármát csaptatok. Dodó! Dodó! Itt vagyok, hát. Na végre, add ide. Micsoda udvariatlanság, hát. Úgy kikaptad a kezedből, hogy majdnem széttéped. Mi ez? Fordítva tartod a kezedben, így el nem olvasod. Én mindent fordítva olvasok. Mi ez? Meghívó, hát. Micsoda meghívó? A szívkirálynő teniszjátékához. Bemehetek a házba? A te helyedben nem mennék be. Minden jót! Engem ne félts, Dodó! Hé, béka ember! Hát miért csukod be az ajtót? Téged nem ismerlek. Aliza nevem, vagy lehet, hogy Anna Mária, már magam sem tudom bizonyosan. Vagy Aliz, vagy Anna Mária. Válasz. Azt hiszem, mégis Aliza nevem. Engedj be! Kopogj. Hát az imént kopogtunk Dodóval eleget, de nem engedtetek be. Most meg becsukod magad mögött az ajtót, és ideülsz a küszöbre. Ha most bent lennék, beengednélek, de mivel kívül vagyok, nem engedhetlek be. Jé, ugyanezt mondta Dodó is. Például, ha te lennél bent, és én kopogtatnék, akkor te engedhetnél be. Én szívesen beengednélek, de hogyan jutok be a házba? Miért kellene bejutnod? Én leülök ide a küszöbre, itt ülhetek akár reggelig is, te is ide ülhetsz, ha akarsz. Jaj, na megint kezdődik. A lábas majdnem a fejemre repül. Rá kell tennem minden edényt a tűzhelyre. Kezdődik a fűzés. És miért nem főztük a házban? Jobban szeretjük, ha előbb repülnek az edények, jobb az étel. Hát étel is van az edényekben. Gyere ide, és nézd meg. Azt hiszem elég borsos. Jaj, nagyon borsos. Jaj. Áj, jön a hercegnő. Tisztelettel üdvözöllek, hercegnő. Sajas. Meg tudnád mondani, kedves és tiszteletre méltó hercegnő, miért van annyi bors a levesedben, és miért vigyorog a macskád ennyire? A hús is borsos, a torta is borsos, a főzelék és a sütemény is. Nálam minden borsos. A macskámnak meg ez a szokása. Kérlek szépen, én nem is tudtam, hogy a macskák tudnak vigyorogni. Úgy látom, sok mindent nem tudsz. Még kicsi vagyok, de... Ha mindenki csupán a maga dolgával törődnék, akkor a föld is gyorsabban forogna. Nem tudom, hogy ez jó lenne. Képzeld, hogy összezavarná ez a nappal és az éjszakák rendjét. Hiszen tudod, egy nap 24 órából áll. Ez alatt forog körben a föld, itt tanultuk az iskolában. Forgás, forgás! Fejezzétek le! Ugye tréfáz? Nem engem akarsz lefejeztetni. Talán nem is így van, ahogy mondtam. Lehet, hogy csak 12 óra egy nap. Ne zavarj számokkal! Sohasem szerettem számolni. Azt hiszem, nekem mennem kellene. Megmondanád a hercegnő, hogy merre menjek? Ez attól függ, hogy hova akarsz menni. Én magam se tudom. Akkor tehát mindegy, hogy merre mégy.
Hogyha eljutok valamerre, akkor természetesen mindegy. Akkor csak indulj el valamerre. Hiszen végre el kell indulnom valamerre. Hát olyan szomjas vagyok, meg éhes. Nagyszerű! Hát alig léptem néhányat, és már is teljesült a kívánságom. Terített asztal az erdő közepén, hiszen ez nagyszerű. Az asztalnál hárman ülnek, pedig 12 személyre terítettek, és 12 szék áll az asztal körül. Nincs hely! Minden hely foglalt! Hát úgy látom, bőségesen van hely, hiszen 12 személyre terítettek, és csak hárman ültök az asztal körül. Én Április Bolondja vagyok. Jó napot, Mabel! Aliza nevem, és nem Mabel. Már többen összetévesztettek a barátnőmmel. Engem bolondos kalaposnak nevez mindenki, mert remek kalapjaim vannak. Borbata! Leülök. Senki nem kínált helyjel. Igyál egy korty bort. Hiszen nincs is bor az asztalon. Nincs. Hát akkor miért kínáljátok? Ez nem szép. Te leültél anélkül, hogy helyjel kínáltunk volna. Ez sem szép. Azt hittem, ti is vendégek vagytok, hiszen rengeteg teríték van az asztalon. Hogy ne kelljen mosogatni. Mosogatni mindenképpen kell. Otthon minden délután én mosogatom el az uzsonna edényt. Igen, hosszú a hajad. Le kellene vágatni. Nem szeretném levágatni. A találós kérdéseket szereted? Nagyon. És igen, ügyesen megfejtem őket. Lássuk, miért olyan a holló, mint az íróasztal? Halljuk a feleletet. Azt hiszem, mindjárt kitalálom. Várjuk a megfejtést. No, mire gondolsz, kislány? Fogyan arra, amire ti! Akkor halljuk. Mire gondolunk? Hát arra, amire én. Akkor kérdezek valami könnyebbet. Mi a különbség? Látom, amit iszom, vagy azt iszom, amit látok? Azt szeretem, amit kapok, vagy azt kapok, amit szeretek. Mit kapok? Április bolondja. Kezdj fel ezt a mormotát, kérdezzen ő is valami. Alszom, amikor lélegzem. Lélegzem, amikor alszom. Hát egészen összezavartok. És még arra sem adhatok feleletet, hogy miért olyan a holló, mint az íróasztal. Halvány sejtelmem sincs róla. Nekem se. Hát nem sajnáljátok az időt ilyen ostobaságokra pazarolni? Miért sajnálnánk az időt? Hiszen nem beteg. Nem értem. Nem érted, mert még nem beszélgettél vele. Nekem igen jó barátom. Kalapos, nézd meg, hányadika van. Ide nézd, kislány. Látod ezt az órát? Hogy ne látnám. Akkor mondd meg Április bolondjának, hogy hányadika van. Hát ahhoz nem óra kell, hanem naptár. És véletlenül tudom is, hogy hányadika van. Negyedike, ha tudni akarjátok. Tévedtél. Hatodika van. Két teljes napot tévedtél. Úgy van. Hé, Április bolondja. Miért kentél vajat az órára? Igen, jó vaj. Órákra általában nem kennek vajat. De hát bevallom, köztetek, semmi se csodálkozom. A te órád nem jelzi a napokat és a hónapokat? Természetesen nem. A mi óráink a perceket és az órákat jelzik. Ez ostobaság. A mi óráink a napokat és a hónapokat jelzik. Ma 6-a van, a szív királyék tenisz délutánja. Április bolondja, önts egy kis teját az orrára, hogy felébredjen. Ne, a mormoták mindig alszanak, ne keltsétek fel szegényt. Igyál még egy csésze teját, kislány.
Eddig még egy csészével sem ittam, mert üresek a csészék. Hogyan ihatnék még egy csészével? A semminél kevesebbet senki sem ihat. A semminél többet mindenki ihat. Azt hiszem, indulnunk kellene, mert eltésünk. Ha az órátok csupán a napokat és a hónapokat jelzi, honnan tudjátok, hogy mikor kell indulni? Fontos, hogy mindig újsonna idő legyen. Indulhatunk. Van meghívótok? Dodó kacsa már régen ideadta. Neked nincs kislány? Nincs. Kislánynak nincs meghívója. Ez szomorú. Miért nincs meghívót? Mindennek a fehér nyúl az oka. Ez nem tartozik ránk. Ha nincs, hát nincs. De az rátok tartozik, hogy mindenféle ostoba találós kérdéseket adtok fel, amire magatok se tudjátok a feleletet. Borral kínáltok, amikor nincs is bor az asztalon. Különben is gyerekeknek nem is kell bort inni. Induljunk! Ja, mi lesz vele? Nem tartozik rá? Egyáltalán nem. Talán igen, minden jót kislány. Hadd megyek, igen, álmos vagyok. Igen, örültem, hogy megismerhettelek. Igen, én is. Hé, Marmota! Na hát, leült az útszélére, és újból elaludt. Marmota! Ébredj! Hát haza akartál menni. Már megyek is. Ébredj hát, hát haza akartál menni. Indulj el, majd csak eljutsz valahová. Na hát, újból elaludt, és nem is megy haza, csak alszik, alszik. Mert Marmota vagyok. Aliza nevem. A palotád előtt találkoztunk, éppen ebédet főztél. Különben igen örülök, hogy erre jöttél, kedves hercegnő. Ezen a folyton alvó Marmotán kívül senki sincs már itt. Helyes. Nekem is indulnom kell. Elkésem a teniszpartiról. Veled mehetek? Ma nem bánom. Béka ember! A kocsi előállt. Érdekes, semmiféle kocsit nem látunk. Na, szállj be, kislány! Csak utánad, kedves borsos hercegnő. Na, én meggondoltam. Menjünk inkább gyalog. A séta igen egészséges. Nagyon egészséges. Most kezdődik a felvonulás. Én elvegyülök az udvari nép közé. Hát te, kislány. Mennyi különös lény. De ismerősöket is látok, és milyen hatalmas kártyalapokat. Hiszen az királyé udvarába vagy a kártyák birodalmában. Hé, Dodó! Miért fested be azokat a szép rózsákat? Pirosra festem őket, hát. Én is. Április bolondja miért maradnak ki a bolondságban? De hát miért festitek pirosra őket? A fehér rózsa is szép, és a rózsaszínű is. A szép királyunk színe a piros. Nem nőttek piros rózsát. Ez csak egyszerű. Be kell festenünk őket. Ostobaság, és tönkreteszitek a rózsákat. Nézd csak! Ott az én barátom is, a fehér nyuszi. Köszöntjük híveinket! Köszöntünk benneteket! Fehér nyúl! Itt vagyok, felséges úrnőm! Összeszedted a meghívókat? Itt vonulnak majd fel előtted a vendégek, felséges úrnőm, és közben ideadják a meghívójukat. Kezdődjék az ünnepség!
Kérem a meghívót. Ó, köszönöm, hercegnő. Cincin, itt a meghívom. Hódolatom, felséges királypár. Hódolatom. A bolondos kalapos a te a délutánról. Április bolondja! Azt hiszem, mindenki jelen van, kezdődjenek a játékok. Még néhányan hiányoznak. Várunk. Bocsánat, felség! Szeretném, ha nem használnál borsos illatszert. Nincs más illatszerem, felséges úr. Lefejeztek ki? Vezessétek el! Lefejeztetjük! Malacka, mi lesz most? Semmi baj, de most én következem. Malacka, ref! Szeretnénk, ha nem röfögnél. Lefejeztetni? Nem engedem. Hát te ki vagy? Aliza nevem, és én is vendég vagyok, mint a többiek. Fehér nő? Itt vagyok, felséges úrnőm. Vedd el a meghívóját. Nincs meghívó. Hallod, felséges feleségem, nincs meghívója. Lefejeztetni? Ez nevetséges. Hát meg se kérdezitek, hogy miért nincs meghívó? Miért nincs meghívót? Nem kaptam. Fehér nyúl, miért nem kapott meghívót ez a kislány? Betolakodó. Lefejeztetni? Nem, egy meghívó miatt nem fejeztethettek le. Akkor miért nincs meghívó? Kértem, de nem adott a fehér nyúl. Pedig én találtam meg a csipkés legyeződet is, felséges szívkirálynő, és visszaadtam a fehér nyúlnak, nehogy megbüntesd. Ellopta. Valótlanság, kérdezd meg a gyíktól. Hol a gyík? Hol van a fekete csipkés legyezőnk? Mindig ez volt a kedvenc legyező. Hát ott van a kezedben, felséges király. Hogy mertél nevetni? Vezessétek el! Lefejeztetjük kétszer! Felséges királyi feleségem, kétszer nem fejeztethetjük le, az igazságtalanság lenne. Kétszer nem is lehet lefejeztetni senkit, mert csak egy feje van. El vele! Vigyétek! Ne félj! Nem zárodhatok börtön, de én itt vendég vagyok! A teniszjátékok megkezdődhetnek. Vezessétek el őket. Ha mindenkit elvezettetünk, kivel teniszezünk? Helyes. A teniszjáték után vezettetjük el őket. Malacka, tréfálnak vagy tényleg így gondolják? Nem tudom. Ma vagyok először itt. A szívkirálynő játszik borsos hercegnővel. Vége, a borsos hercegnő vesztett. Lefejeztettük, vezessétek el. Malacka, ez már nem tréfa, ugye? Nem tudom. A szívkirály ő felsége is kalapos. Malacka, figyelj csak! A kalapos jobban játszik, oda néz! Malacka, szándékosan elengedi a labdát! Veszít! Kalapos! Ne hagyd magad! Neki jobb egy kislány, végül mégis elvezetnek. A kalapos győzött! Vége! Fejezzétek le! Fejezzétek le azonnal! Na hát, ezt már végképp nem értem. A borsos hercegnő vesztett, azért akarták lefejeztetni. Ez a bolond kalapos nyert, most mégis le akarják fejeztetni. Én sem értem. Úgy látszik, akár veszít valaki, akár nyert. Mindegy. Mindegy. Jó, hogy nekem nem kell játszanom a királyékkal, cici. Király játszik. Kivel? Én következem. Röfi, ne szűrjtsetek. A játszmának vége. Nyertünk. De hát el se kezdtük a játékot. Ne feleselj velünk, úgy van, amint kijelentettük. Kérlek, kedves szív király, úgy sem tudok teniszezni, még kicsi vagyok. Mindjárt gondoltuk. Börtönbe vele! Visszavonulunk az ítélet kihirdetésig. Nem, ez igazságtalanság. Menj bátran, nem lesz semmi baj. Nem, én nem akarom, hogy börtönbe zárjon. Indulás! Mit parancsol, azt a fehér nyúl! Hiszen neked is a fejedet veszik. Ne feleselj, hanem indulj, s te is kalapos. Hát ez igazságtalanság. Thank you.
Ha megszoktuk a sötétséget, majd láttunk. Kik vagytok? A Szív királyék fogjai, Aliza nevem. Még sohasem hallottam rólad. Hát, bolondos kalapos a te a délutánról. Most látom, hogy a többieket nem hozták utánunk. Talán más börtönbe zárták őket. A borzsos hercegnőt is? Őt sohasem vetik börtönbe. Ez már máskor is megtörtént? Mindig így történik. És ha lefejeznek benneteket, visszanő a fejetek? Majd meglátod az ítélet után. Jönnek! Értünk, jönnek, és ítélet kihirdetéssel visznek bennünket. Küzdeni fogunk! Nem hagyhatjuk magunkat! Nem hagyjuk magunkat! Nem! Én, Aliz! Én! Ítélet hirdetés következik. Éljen a Szív királypár! Éljen, éljen! Ide álljatok! A bírák! De hiszen ez Dodó, a széles csőrű csodakacsa! Mindig jó az egyik bíró. És nem a béka ember a másik? Ott abban a kártyákkal díszített talárban? Az! Csend! Kérem az iódeákot, jegyezze minden szavunkat. Röhjegyzem minden szavadat. Az ítéletre válok szavát is. Cincin, minden szavadat. Kérem a másik iódeákot, jegyezze minden szavunkat. Röhjegyzem minden szavadat. Az ítéletre válok szavát is. Az ítéletre válok szavát is. Nem kell minden szavunkat ismételni. Nem kell minden szavunkat ismételni. Mennyi ostobaság. Mennyi ostobaság. Csend. Fehnyúl. Olvasd fel az első vádat! Egy szép nyári reggelen halljátok, mi esett. A Szív királynő tepsiben sütött lepényeket. A Szív felső, a cselszövő, kit lépte, arra vitt, hogy meglátta, elcsente, és magával vitte mind. Ítéletet kiek. Ez nagy hiba! Halljuk az ítéletet! A vádat én képviselem! A Szív felső, ez esetben ez a furcsa lény itt! Kérem az első tanút! Április bolondja! Bocsánatot kérek, hogy eszem, de nem volt időm befejezni az uzsonnám. Be kellett volna fejezned, mielőtt színünk elé járulsz. Mikor kezdtél el uzsonnázni? Március 14-én. 15-én. 16-én. Hogy ne tudják eldönteni, hogy mikor kezdett el uzsonnázni az április bolondja? Hide nézzetek, még most is nevet, pedig rajta van az egyik fehér kesztyű. Valóban? Te kislány? Aliza nevem. Az mindegy. Miért van rajtad a fehér nyúl egyik kesztyűje? Már mondtam egyszer, meg is magyaráztam. Csend! Fehér nyúl, úgyis, mint szolgánk, úgyis, mint futárunk. Hogy mertél színünk elé járulni egy kesztyűben? Hogy merted megfújni a haksonát egy kesztyűben? Lefejeztek mi! Először a kislány következik, el kell döntenünk, miért lopt el a fehér kesztyűt. Először a lepényevő következik, miből volt a lepény? Ha jó volt a lepény, akkor borsos volt. Természetesen rózsából. Természetesen rózsából. Boksból és rózsából képzik a következő tanút. Hogy lehet a bíró tanú? És különben is, ő borsos hercegnő szakácsa. Ez nem számít. Lépjen elő a következő tanú. Alice? Hogyan? Hiszen a béka embert hívtad. Minek legyen a tanúja? Halljuk a vádiratot. Figyelem! Helyezkezd az elején, és talán a leghelyesebb, ha a végén fejezed be. Ha kiderülne valami, nagyon reméli, majd lesz rá mód minket megmenteni, s elkerüljük a bajt. Helyes. Ön volt, tudom az akadály, ön volt a kerékkötő, pedig már minden készen áll, tudjuk mind, én meg ő. Na, ezt már sehogy sem értem.
egy cseppet se fontos. Jusson eszedbe, hogy ők csupán kártyák. Ja, igazad van. De ne mondja, hogy szereti. Örök titok legyen. Én is, ön is hallgassuk el. Ne tudja, senki sem. Nagyon jó. Ez a legfontosabb bizonyíték. Bizát. A legfontosabb vád. Legfontosabb? De hát mi ennek a vádhoz? De hát ez a kisleány megette a lepényeket. Én? Én semmit se ettem meg. Tehát malacka a bűnös. Lefejeztetjük. Én? Jaj, mentsetek meg. Mindent összezavartatok. Malacka író, de hát ő nem ehette meg a lepényeket. Nem fejeztethetitek le. Ellopta a fehérkesztyűt. De nem! Ellopta a fehérkesztyűt. Csendben! Miért loptad el, te kislány? Hát már ezerszer mondtam, találtam. Már ezerszer mondtam. Én találtam. Most is rajta van. Miért van rajtad? Ezt már százszor megtárgyaltuk, de elmondom még egyszer. A fehér nyúl elvesztette. Felhúztam, nehogy én is elveszítsem. Aztán nem jött le a kezemről. Jaj, lejön. Lejött, végre. Itt van Nick. Tessék. Vedd vissza! Ítéletet kérek, ellopta! Ítéljétek el a malackát is! Bepolyázott! Nem te ő! Megtáncoltatta, agyonforgatta az egeret meg a gyíkot! Mindig bepolyázott! Csend! Mindenkit lefejeztetünk! Nem, és nem, nem, nem fejeztethettek le bennünket. Mindez igazságtalanság és ostobaság. Erdő Mocskája! Gyere, segíts! Nyáá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 á
Itt van az erdők macskája. Jaj, nekünk, jaj, szegény bundámnak végünk van. Erdők macskája, távozz! Erdők macskája, mit tegyek ezzel a sok kártyával, ami a zsebemben van? Dobd fel a levegőbe. Jaj, igazad van, hiszen valójában az egész király udvar kártyádból áll. Vége! Elővette a kártyákat. Ha feldobja a kártyát, eltűnünk. Akadályozd meg! Lefogtam! Ne menjünk! Cici, ne már! Ne menjünk! Veled megyek! Megmenekültünk! Végre kialhatom magam! Jaj, nekem! Jaj, segíts mondva! Figyelem! Dobom a kártyákat! Végre visszamászhatom a tengerbe! Elborít mindent a kártya! Most már senkit sem végeztethetsz ki! Tele vagy fa levéllel. Hiába itt az ősz. Rám estek a kártyák. Kártyák? Te vagy az erdők macskája. Én? Én a nővéred vagyok. Ébredj, itt az uzsonna idő. Jaj! Ugye te is láttad a fehér nyulat? Jaj, de mulatságos volt. Kár, hogy nem lehettem mindvégig veled. De hiszen velem voltál. Te voltál az erdők macskája. És kedves volt ez az erdők macskája. Jaj, de még milyen kedves. Ó, hát ha egyszer újból megjelenik a kertünkben ez a furcsa fehér nyuszi. Hát, ha újra eljön, ki tudhatja. És akkor... az ő segítségével talán átbújhatok a tükrön is, és végre megtudhatom, mi van a tükör túlsó oldalán.